Sziasztok! Szép estét kívánok, üdvözlök mindenkit! Ismét itt vagyok. Szombat este van, és ahogy ígértem, szombat esténként most már elkezdjük a Souls sorozatot. Hát úgy döntöttem, hogy az első ilyen Souls game a Demon's Souls lesz. Alapvetően szerintem úgy időrendben is talán ez volt az első, vagy hát na. Nyilván ezzel lehetne vitatkozni, de szerintem ez lehet. Úgyhogy ezzel kezdjük. PS-en játszunk, mert ugye csak ott van, ugye, és a remake-kel, mert ez volt kéznél, ugye, nézzük meg a remake-et. Annyi egy pici érdekesség lesz talán, nem mint hogyha ez nagyon érdekes lenne, ilyen kis technikai dolog, hogy 1440p-be fog menni, mármint a játék. A Twitch-en a stream az nyilván nem, mert a Twitch az Twitch, és hát amióta én Twitch-re járok, aminek lassan már több mint 5 éve, így nem sok minden változott alapvetően, szóval, na mindegy, a VOD-ot majd 1444-be tudjátok nézni YouTube-on, és a játék is abban lesz, ami azért érdekes, mert tényleg a PS-t azért alapvetően nem erre építették, hanem ugye HD-re és 4K-ra nemrég jött be ez az 1440p-s dolog. Hát meglátjuk, hogy hogyan működik, főleg ezzel a játékkal. Na de mindegy is, nem untatlak titeket ilyen technikai dolgokkal, hanem szép estét, a Shady Tadri, nagyon szépen köszönöm a 17 hónapot. Ez igen, 17 hónap, köszönöm a beköszönő százast is, nagyon szépen köszönöm, és sziasztok, Nevermind, Ninja Raccoon, szószos szép estét, így van. Na, úgyhogy csak egy kicsit előjáróban, a játékkal először fogok játszani, picit olvasgattam, de csak próbáltam úgy, hogy ne túl spoileresen, hogy mit és hogy kéne, nem lettem tőle okosabb, úgyhogy továbbra is fogalmam sincs, hogy mit és hogy kéne, de majd menet közben kialakul. Nem gondolnám, hogy ez szignifikánsan nehezebb ez a játék, mint ugye mondjuk az Elden Ring, vagy a Bloodborne, ugye én ezzel a kettővel játszottam eddig. Nagyjából hasonló lehet. Hát, hogy guide szerint megyünk-e, én próbálok azon az úton menni, ami így a Fextra Life-os guide. Na most, hogy ez jó-e vagy nem, azt én nem tudom. Én nyilván millióféleképpen lehet ezt a játékot játszani. Itt semmi ilyesmi nem lesz, hogy ilyen speedrun, meg death lesz, meg mi. Végig megyünk, élvezzük, mókázunk, főleg ennyi, egyébként ez lenne a lényege, hogy a móka. Semmi tryhard vagy ilyesmi. Úgyhogy megyünk, de mondom, én a Bloodborne-t is a Fextra Life-os wiki alapján játszottam. Szerintem nem egy nehéz út. Meglátjuk. Legalábbis az nem volt nehéz. Szerintem az egy jó guide volt. Hát meglátjuk. Ugye az Elden Ringet meg úgy játszottuk, ahogy Nevermind mondta. Gyakorlatilag, úgyhogy úgy nagyjából ennyi. Meglátjuk tényleg, hogy haladunk. Ha valahol nagyon elakadunk, akkor kicsit jobban utána olvasgatok, hogy esetleg valahogy máshogy kéne valamit csinálni, de addig meg megyünk és élvezzük. Hiszen ez a cél. Na, úgyhogy szerintem, akkor kezdjünk is neki. Igen, ez lesz az a szín. Ha hangos vagy halk, akkor szóljatok. Hát igen, Nevermind az is nagyjából Fextra Life-os volt, csak ott tényleg benéztünk minden kő alá. English, okay. Igen. Nagyon okay. Okay. HDR nincs, nem is kell. Hát brightness-re adunk egy kicsit. De akkor adunk a contrast-re is egy kicsit. Hát a szaturáció az, mit tudom én, jó lesz. English subtitles kell.
Subtitles backing, az nem kell. És feliratozza felirást. Zerg boss. Megnyomtuk az any button-t. Ide gyorsan benézek, bár szerintem tök fölösleges. Hát, hogyha itt kell valamit állítani, akkor majd állítunk. Nem is értem, hogy egy PS game-ben minek bármilyen settings. Visual mode. Na mondjuk ez ilyen. No filter. Oké. Okay. Output device, TV. Oké. Okay. Hát, na jó, ez nem úgy EU, nem úgy EU, Európa, igen. Oké. Okay. Játszunk online. Igen, capture cardon keresztül megy, amit én látok, igen. Ja. De nincs delay gyakorlatilag, hát a God of War is így ment. Tehát gyakorlatilag, tehát én érzékelhető delay nincs. Semmi. Reméljük ez így is marad. Choose a body type. Type A or type B. Így ez a... értem. Player name. Hát, Erzsike. Oké, szerintem Knight class lesz. Nem. Temple Knight class. Ennyit olvastam egyébként, hogyha... Igen, itt egy kicsit több a strength, meg a endurance, meg a dex. Na most én nekem ez fekszik jól, tehát ilyen milli lesz. Szóval
igen. Tehát ilyen Hunter, meg Priest, meg ilyesmi nekem nagyon nem, tehát én varázsolni, meg lövöldözni én nem nagyon szeretek. Úgyhogy én maradok ennél a Strength, Dex, Endurance jellegű buildnél. Ilyesmit csinál, valami ilyesmit csináltunk a Elden Ringbe is, meg így csináltam a Bloodborne-t is, nekem ez fekszik jobban. Starting Gift, szerintem lehet, hogy itt a ringet kéne. Hát, vagy HP-val. Hát de HP az úgyis. Nem tudom. Stamina nem. Ez users MP nem. Hát. Firebomb. Nem. Hát én lehet, hogy a ringet. Hát, Sedit Adi, lehet, hogy majd valamelyik játékba kipróbáljuk a varázslóst, most én ezt nem... Tehát első playthrough-ba biztos nem. Max, hogyha lesz ilyen, valamilyen ilyen fun challenge akármi. Meglátjuk. Menjünk ezzel a ringgel. Item discovery. Meglátjuk. Saved creations. Foundation of the character. Type A. Style A. Jó, hát így megy. Így meg M így megy. Így olyan nehezebbek a léptei. Így olyan könnyebbek a léptei. Ezen nem nagyon fogok változtatni. Valami preset. Jaj, ennyi preset van. Ó, basszus. Ez menő. Ez olyan szenuás. Hű, ez nagyon stock. Mármint... Tudom, miért nem illik mondani. Hű. Az ogre. Ez... Tehát mindenféleképpen lehet kombinálni Type A, Type B-vel, mindenhogy. Jó, hát legyen valami nagyon stock, semmi különleges, tényleg ilyen... Mit tudom én. Jó, remek. És akkor finalize. Szia, Stopsoros, hello, hello. Szakálla nem lesz Erzsikének, az biztos nem. Na, kezdjük. King Alant the 12th, by channeling the power of souls, brought unprecedented prosperity to his northern kingdom of Boletaria. That is... until the colorless deep fog swept across the land. Boletaria was cut off from the outside world, and those who dared penetrate the deep fog never returned. But Valifax of the Royal Twin Fangs broke free from the fog and told the world of Boletaria's plight. That the old King Alant had roused the Old One, the great beast below the Nexus, from its eternal slumber, and that a colorless fog had swept in, unleashing terrible demons. The demons hunt down men and claim their souls. Those who lose their souls lose also their minds. The mad attack the sane, and chaos reigns.
Valifax also spoke of the enticing power of the demon souls. Each time a demon claims a human soul, the demon's own soul is invigorated by the life force. And the power of a mature demon soul is beyond human imagination. The legend spread quickly. Mighty warriors lured by the possibilities braved the fissure to breach the accursed land. But none have returned. Bjor of the Twin Fangs. Yurt the Silent Chief. Saint Urbane. Skurva the Wanderer. The Sixth Saint Astraea with her Night Garl Vinland. And Sage Freyk the Visionary. The colorless deep fog slowly creeps beyond Boletaria's borders. Humankind faces a slow and steady extinction. The deep fog will eventually swallow all lands near and far. But Boletaria has one final hope. A lone warrior who has braved the baneful fog. Azok mink vagyunk. Oh, has the land found its savior? Or have the demons found a new slave? Hát ez egy tényleg nagyon jó kérdés. Na, megjött Erzsike. Brave soul who fears not death. I shall guide you to the fissure. So that you may lull the old one back to slumber. Outpost passage. Okay. Van pajzs. Még nem sokáig szerintem. Okay. Aha. Jó, ott van nálunk pitypang. Mindjárt egy kicsit bentebb jövök. Majd meglátjuk, hogy hol lesz jól a facecam. Menjünk egyelőre tovább. Ah. Igen, ez remastered. Stop soros helye. Ah. Na, kész. Ennyi kijátszottam. Van két szólunk. Az már majdnem egy szintlépés. Ja, online módban vagyunk, oké. Okay. Oké, okay, így van a sprint. Szia, Kamli! Szép estét! Oké, okay, eleggyel védekezünk. Tutoriált végignyomkodom, hogy van-e bármi meglepő, bár nem hiszem. Kicsit próbáltam a játékmechanikát fejtegetni így, amik utána olvastam most délután. Érdekes lesz. Jó, van target lock, és azt ki lehet cserélni. Kettőt még nem tudom, vagy L2-t nem tudom, hogy mire jó. De majd idővel kialakul. Jó, igen, és itt ugrani...
behíveltem, akkor... Aha. Ó, és akkor így kétkezes. Oké. És akkor kétkezesben meg ilyen ez a... Oké. Jó, menjünk. Igen, és akkor kétkezesben nagyobb a damage. Ez nem egy titkos fal. Igen, Kambli, azért szomorú, hogy csak hely nekem, mert nincs most... kézműves helyi sör. Nem kellett volna tegnap meginni. Use item switch. Hát, switchelnék, ha lenne mit. Szerintem most még azért nem tudom, mert nincs semmi nálunk. Ó, oh, oké. Okay. Ez nem ilyen? Mintha fetrólósak lennénk, de majd kiderül. Ó! Oh. Oké. Okay. Backstep. Megijesztett. Budweiser. Ha ittál már vizet párban, amiben előtte sör volt, akkor kb. Ugyanaz az élmény. Nem is tudom, hogy... Budweisert ittam-e valaha. Mindjárt megfogjuk azt a valamit, csak még ide elszaladunk. Mert nem hiszem, hogy itt lenne semmi... lenne bármi is. Forlorn Outpost. Strong attack. Jó, most megmutatja, hogy hogy van a heavy attack. Hűha. Ez a stamina nagyon lassan megy föl. Oké. Okay. Ah, elkett a peri. Aha. Oké. Okay. Gyere! Gyakorolnék. Ja, hogy... Mondjuk lehet, hogy az kéne a... A pajzs. Csatorna pont ér, hogy milyen sört igyak. Hát... Ezt menjünk csatornapon nélkül. Oké.
Valami... Adtunk neki egy seggezőt. Valami fura. Nem tudok most hílelni. Stopsoros, az jól hangzik. Mondjuk annyiból tényleg jobb lenne a csatorna pontos redeem, hogy legalább meg lenne. De miért nem tudok hílelni? Na mindegy. Meg fogunk dögleni. Végre sikerült a peri. Nem tudom, nincs is inventory. Még szerintem. Ez erről szó sem lehet. Tehát azért alapvetően néha igencsak hülyét csinálok magamból itt, azért ennyire ne. Tehát switch right handed, left handed, oké. Half moon grass. Ja, mert rossz gombot nyomok. Jó, van, hülye vagyok. Bocsánat. Ó, ez sokat hílel. Jó. A négyzettel kell hílelni. Már elfelejtek játszani a játékkal. Use miracle. De... Lövöldözzél itt. Unknown warrior soul. De hogy tudom equipelni a... Szerintem, hogy tegyen fel a talizmánt. Nincs is talizmánunk. Hagyhatnánk üzenetet. Nem értem. Na jó, menjünk tovább. Nevermind, én vagyok a béna. Jó, hát itt nem volt rólunk át mellett zónunk. Akkor gondolom erre kell tovább jönni.
Jó, basszus, beakad a fegyver. Na, kapott egy seggezőt. Oké. Ez mi ez a füstkapu itt? Te bunkó. Ja, jó. Csak egy másik area. Jó. Kicsit gyakorlom ezt a perit. Szerintem jól fog jönni. Hú, de fura lesz megszokni, nincs benne ugrás. Hát egy másik füstkapu. Akkor erre jövünk tovább. Megnézzük, hogy erre mi van. Amúgy rohadt jól néz ki. Azt kell, hogy mondjam. Na, egy kis HP. Fogunk halni. Én mondtam. Is the Nexus. It holds together the northern land of Boletaria. Thou canst not quit the Nexus, but the five Archstones will guide thee to the outer lands. Thou canst not quit the Nexus. You have died, and the Nexus has imprisoned your soul. You cannot escape the Nexus. Köszönöm. By capturing demon souls, you can reclaim your corporeal body. Oké, és akkor most igen, ez remek, fél HP-nk van, ugye, mert meghaltunk, és ilyen soul formában vagyunk. Na mindegy, nézzünk szét. Ugye ez az a játék, hogyha minél többször halsz meg, annál nehezebb lesz. Na mindegy, vele pont nem lehet beszélgetni, a legelső, akihez jöttem. Oké. Te ki vagy? Well, you slipped through the fissure too, did you? You came for demon souls. Or to save this land and be remembered as a hero. Hunting for demons? Try one of the Archstones. Now go. That is why you came, is it not? To this accursed Boletaria. You came for demon souls. Or to save this land and be remembered as a hero. Bah, it's all the same.
You're just another prisoner of the Nexus. Na, valami jó üzenetet. Oké. Na, veled mi újság? You new here. Are you here for my services? The name's Baldwin. Baldwin. I'm just an ordinary blacksmith. A kovács. It's simple. Just bring me all the souls you can. In trade, I'll give you weapons. Or forge the ones you already have. With your souls, I can eke out a living. And with my weapons, you can go on living. Not a bad deal, eh? Jól hangzik. Oké. Repair. Ja, javítani is kell. Oké, és akkor szólért cserébe javít. Upgrade weapon. Oké, hát ez a halberd. Heater shield. Hát nem tudom, meddig fogjuk használni ezeket. Purchase. Mit lehet venni? Tűr, rövidkard, fejsze, nyilak, crackstoned eye, restricts health recovery temporarily. De az miért jó? Na mindegy. Elvileg, ha jól értettem, akkor múlik el a ghost form, hogyha megölünk egy bosst. Illetve van egy item, amivel le lehet venni. If you haven't heard, there's another blacksmith at the entrance to Stone Fang Mine. He's an eccentric old man. He knows his trade well. He's the only sane one left in a town of soul-starved men. If you do meet him... No, forget it. That stubborn old ne'er-do-well will just chase you off. There aren't enough smithing tools in this temple to handle all the work. Only certain ores can be used to forge weapons, but you'll just have to make do. And be thankful that I can do anything for you at all in this forsaken place. Tehát akkor nyersanyagok is kellenek. And be thankful that I can do anything for you at all in this forsaken place. Oké, tehát nem csak szól, hanem nyersanyag is. And Stockpile Thomas. Stockpile Thomas. When the Scuds came, I didn't know what hit me. When I came to, I found myself. Here, in this Nexus. My wife and daughter fell victim to the demons. But I would be worthless in battle. At the very least, I hope to lend my assistance to you brave slayers of demons. És miben tud segíteni? I would be happy to lighten your load and look after any excess baggage. Ó, tehát a sztori Jóska. Jó, hát... sok minden most nincs nálunk. És ugye a sztorizsünk is üres. Jó. Talk. When the Scourge came, I abandoned my wife and daughter and fled like a coward. When I came to, I was in this Nexus. I haven't dared venture outside these walls since. I wish I could do more. But I am ignorant of the world beyond these walls. My candle maiden cared for me during my first days here. She says very little, but has a kind heart. She's just the age my young daughter would have been. Poor, poor girl, trapped here with her eyes occluded by wax. If only something could be done to help her. If only something could be done to help her. Akkor lehet, hogy ez egy ilyen side quest lesz. Majd meglátjuk. Best of luck to you. Kösz. Oké.
Tiszta Commonwealth ez a Nexus, kanadai kovács Scott Sturridge-es csávó, még egy indiai tech support kell és kész. Így van. Hello? This is Kamala. Oké. Okay. Look for treasures. Bloodstain. Ez valakinek a szója. De én nem tudok vele mit csinálni. Mondjuk ez a Bloodstain az, amivel vissza tudod a szólókat szerezni. Punch. Ó, oh, ez a medál. Oké. Okay. Jó. Hú, meg kell tanulni játszani ezzel a játékkal. Igen, az ilyen, hát, dél-kelet-ázsiai, meg hát akár közel-keleti akcentusokról nekem mindig a Kid Boga csatornája jut eszembe. Mikor ott megy a átverés. Körbenézzünk itt, hogy mi van. Igen, nagynak tűnik ez a hely. Itt is ilyen bloodstain. Ez nem a mi bloodstaining. Hó, tehát jó nagy ez a hely. És még mindig van föntebb. Itt mi van? Itt meg tudjuk nézni a profilt. Csak itt. Jó. Majd így... Ja, lehet, hogy itt tudunk váltani. Na mindegy. Menet közben majd megfejtjük. Nagyon sok bloodstain van itt, ez... Próbálom megfejteni, hogy ez mi, de mindegy. Menjünk tovább, játszunk. Lehet, hogy ez az online modellnek sok értelme nem lesz. Már hogy online-ba játszunk, mert... Na mindegy. Oké, okay, és akkor most... Touch Archstone of the Chieftain. Ezek a... Archstone of Covetous King. Digger King. Ó, lehet, hogy ezek ilyen olyasmi lenne, mint a Bloodborne-ba. Csak tippelek, hogy ezekkel lehet utazni. Na mindegy, megfejtjük majd ezt is. Csak még azt lenne jó megfejteni, hogy merek-e venni, de mindegy, eljünk erre. Öt vériam, igen, én is így sejtem, de majd megfejtjük.
Itt rengeteg üzenet van. Csak arra kéne rájönni, hogy innen hogy lehet kijutni. Meg hogy itt most mit kell csinálni? Ez a legfontosabb kérdésem. Ja, várja, itt van még valaki. Hát te ki vagy? Oh my, how has this happened? Hát, mi az, hogy történt ez? Magam se tudom. Jó, akkor ő csak itt van. Egyelőre legalábbis. Ki ott a kovács? You came for demon souls. Van itt még valaki, akivel beszélni kellene? Na mindegy, megjavítom a felszerelésünket. Nem hiszem, hogy olyan sokáig lesz ez rajtunk. It's simple. In trade with your souls. Repair equipment. Repair all. Oké. Okay. You come back alive. I need your business. Ó, oké. Jó, és akkor erre tudunk tovább menni. Jó. Jó, ezt egyedül ehhez nem nyúltam hozzá. Úgyhogy akkor... ja, és ezzel tudunk akkor, hát így idézőjelbe fast travel-ölni, mert ez azért nem fast travel. De ez egyes helyeken itt tudunk végigmenni. Akkor ez olyasmi tényleg, mint a Bloodborne-ba. Na, Boletarian Palace. A huge stone castle in the heart of the Northern Kingdom. Egy hatalmas kastély Boletariának. Tehát a Boletária, ami egy északi királyság. Éhes katonák támadják meg a errejárókat, és a lelküket démonok rabolják el. És a közelben vannak szörnyű sárkányok. Remek. És akkor most ilyen, ilyen szellemformába fogunk tevékenykedni, aminek nagyon örülök. Már volt nála egy kis zsákmány. Úgy. Oké, okay, Gates of Boletaria. Na. Hú, ez a fetról ez rettenetes. Hol van, nézem a statok. Ó, oh, Equip Burden. Igen. Na most nem tudom, hogyha... Ugye most... Na, mindjárt jobb. Oké. Okay. Talisman of God. Ö,
Ez ilyen miracle assist. Hú, ezt mondjuk föl kéne fogni, hogy mire jó. Oké, itt van a shieldünk. Jó. Oké, és akkor így. Így kétkezes a kardunk, oké. Touch Arstone. Ó, oké. Akkor ezek a Arstone-ok a bonfire-ök? Talán. Elhadonálsz. Jó, hát heal az van. Warrior Soul. Látlak ám. Hoppá. Hát ez már nem lesz no hit playthrough. A range-e tetszik egyelőre ennek a fegyvernek, de nem sokáig fogjuk használni. Valószínűleg. Mert valami jó range-es fegyver kellene. Annak ott ég a kardja. Meg ennek is, csak hát... Pine resin. Turn back and go behind you. Köszönöm. Az enyém hosszabb, Bibi. Oké. Lőni nem ér. Ez nagyon fontos. Ez így nem lesz jó. Bár mondjuk... Na gyertek. Mutatok valamit. Na gyere. Hopp. Nézzed csak. Aha, és akkor addig heal el föl. Na vele ott mi a tökömet kéne csinálni? Föl lehet ide? Hát így már nem. Ott van lépcső. Oké. Shit. Ennél is heal, rengeteg heal van. Azt nem tudom, hogy ez mennyire fogy már, mint úgy értve, hogy... Consumable, akkor biztos, hogy fogy. Igen, mert nem Estus Flask vagy ilyesmi, hogy... újra termelődjön. Az nem tudom mi. Hát nem ugrunk le. Az ott nagyon mély. Megyünk erre. Anyád. Kicsit úgy érzem, mintha atak közben nagyobbat sebeznék, tehát amikor az ellenfél éppen támadást intéz, ilyen szép magyarosan fogalmazzak, akkor ami úgy érzem, mintha nagyobb lenne egy kicsit a damage-ünk, vagy nagyobb damage-et tudnánk kiosztani.
Hát ez most pont nem derült ki, de... Nem baj. 5 darab firebomb. Az még akár jól is jöhet. Hűha! Oké. Na. Menjünk tovább. Látlak ám. Nagyon adja a híleket a játék. Unknown Warrior Soul. És akkor ezeket a szólokat is ugyanúgy gondolom el lehet fogyasztani, és akkor mondjuk szintlépésre lehet használni, vagy... Hát gondolom, de majd meglátjuk. Hát, hogy ezek olyanok, mint ezek a rúnák voltak a Elden Ringbe. Meglátjuk. Kicsit meggyújtott minket, nem baj. Igazából ez nem annyira veszélyes. Ez dobált minket, ugye? Time for escaping. Micsoda messzidzsek? Ott is ott egy item. Hogy lehetne oda bemenni? Az lehet, hogy ott marad. Oké. Okay. Ó! Mindent értek. Bastard Sword. Várjál csak, hogy tudom... Szóval most van ez a Halberd, 95-ös damage-e van. De 95-ös damage-e van ennek a Swordnak is. Ah, de kétkezesbe tudjuk csak... használni. Oké.
kipróbáljuk. Na gyere! Mi volt ez a golyó? Jó. És megint feltrólósak lettünk. Igen, még nagyon gyengék vagyunk. Hát sajnálom Erzsike. De most... Várjátok, itt volt valami még? Ó. 18 pluszos stream, igen. Ez már nem family friendly. Igen, így könnyen meghalunk, ha nincs rajtunk semmi. Hosszú lesz így az eleje. Visszatesszük a... egyelőre, legalábbis. Semmi baj. Jövünk megint. Meg kell szokni ezt a játékot is. Na gyertek. Az ott leesett. Hát, van ez így. Na gyere! Na gyere! Itt vagyok. Oké. Oké. Menjünk tovább. Ez most ébredt föl, vagy? Miért emlékeztem úgy, hogy itt csak egy van? Oké... Okay. Na és itt is vagyunk.
ne dobálj. Golyó már lent van, ugye? Jó, fölveszük. A hílére érdemes lemenni. Kifutásból is lehet ütni, akkor nagyobbat csap. Na és akkor itt van valahol a szólunk, elvileg. Nem, itt van. Ez a miénk, így van. Na. Hát megpróbáljuk ezt így pajzsal. Jaj, hogy ez van sátor. Ó. Ó. Akkor nem ezen kéne a perit kísérletezni. Maradjunk annyiba. Megyünk még egyszer. Link Shield. Ilyenkor, hogyha támadás közben, tehát közben tudok ütni az ő támadásának, akkor egyből meghalnak. Tehát akkor válasz, hát amúgy kell nekik kettőt is. Na gyertek. Mindjárt segít Adri csak.
Na gyere. Itt vagyok, mit csinálsz? Ütöget össze-vissza. Hűha. Jó, megint itt vagyunk. Valahogy meg kéne ölni ezt a Józsefet itt. Miért nem vettem fel a szólókat? Végül is. Ó, ezt nem hiszem el. Ezt nem hiszem el. Na nem baj. Szokni kell a játékot. Kétkezesen gyorsabb is amúgy az atak. Ami jó. Shit. Eltalált minket. Na gyere. Na.
Jó, hát lassan megtanulom eddig a pályát. Képes, most majdnem meghaltam, de semmi gond. Nagyon fogy ez a heal. Sajnos. Nem fogyna a heal, ha nem találnak el, ugye? Megint itt vagyunk. Ott a szól. Megvan a szól. Már csak le kéne győzni. Valami így gyanús. Nagyon-nagyon keveset sebzek. Ezt nem hiszem el. Mondom, behílelek már, hogy maxon legyen. Hatalmas hiba volt. Ó, bassza meg. Lehet, hogy nem is arra kéne menni. Lehet, hogy felveszem a szólt, azt elszaladunk. Megint nem jó. Köszi, Sedit Adri. Nem, szerintem felveszik a szót. Nagyon keveset sebzek. Gyanúsan keveset. Ami mondjuk alapvetően normális is lehet, hiszen... A game elején vagyunk. Nulla felszerelése gyakorlatilag. Na, nem lősz? Nem lő. De lő. Oké.
Oké. Okay. Eddig jó. Eddig mondjuk eddig sem volt baj. Már a korábbiakban. Csináljuk. Soldier's Lotus. Tegyünk fő pajzsot. Hát ez milyen dolog? Vagy páncélt. Én csak így fetrólósak vagyunk mondjuk. Hát na mindegy, próbáljuk meg így. Így is vánsatol, akkor tök mindegy. Akkor tök mindegy, így is vánsatolt. Még most nem volt nálunk pajzs. Na, jövök, mindjárt hozok sört. Is vagyok. Azon gondolkodok, hogy van ez a kard. De most mondjuk páncéllal be se tudjuk tenni. Jó, akkor szerintem az lesz a kulcs, hogy használjuk a pajzsot. Legalábbis az ellen a enemy ellen. Nevermind, ez egy érdekes gondolat. Bár nem pontosan értem. Spaghetti kód. Ah. Jó. Megy ez, csak... Hát ezek nyilván gyenge enemik. De legalább adnak valamennyi healt, amit aztán majd jól el is használunk.
Ez még életben van. Azt hittem már meghalt. Jó, megint itt vagyunk. Hát akkor nézzük pajzsa. Szikúrt vagy megkúrt. Szép estét. Ez így nagyon hosszú lesz. Mondom, szerintem most bemegyünk, felveszük a szót, azt viszontlátásra. Most oprendszerből bukta? Ajaj. Az nem jó hír. Alapvetően. Főleg így január vége fele. Akkor azt gondolom már azt jelenti, hogy nincs további lehetőség idén. Van még egy? Ha. Hát a lényeg, hogy akkor még azért van egy lehetőség. ...35% bukott aláírást. Ez azért nem kevés.
Szia Polar Programming. Hello, hello. Velem, Mizu? Hát... úgy gondoltam, jó ötlet felülni a rollerra ezzel a játékkal. De amúgy minden remek. Itt az energiaválságra hivatkozva nem lehet kibújni a munka alól, meg ilyesmi. Mondjuk itt olyan jellegű nincs is, mint otthon. Itt csak szimplán rohadt drága minden. De azért ki lehet bírni. De amúgy mondom, minden szuper. Volt statisztika vizsga is? És hogy sikerült a statisztika vizsga? A God of War-t végignyomtuk persze. Ráadásul 100%-ra. Tetszett. A sztori nagyon jó volt. Kivitelezés is tényleg. Színészi munka is. Na, tényleg első osztályú. Ja, nagyon jó volt. Négyes lett? A statisztika az jó, az jó. Ki tanítja? Matematikus tanítja? Matematikus ön. Fazekas tanár úr. Hát igen, ő matematikus. Ez a fickó még egyszer se jött itt ki, csak mondom, mindig be kell érte menni. Milyen az élet Angliában? Hát... eddig tetszik. Mondjuk nem régóta vagyok itt, ugye? Mennyi? 4 hónapja? 5? Hát lassan 5 hónapja. Az azért nem olyan sok idő. Tehát itt még nyilván azért nehéz verdiktet mondani. De alapvetően tetszik. Sok minden. Szokták mondani, hogy itt sincs kolbászba a kerítés. Hát de majdnem. Tényleg én jól érzem magam, szuper minden. Egyelőre. Hát, hogy több a lehetősége, mint otthon, ezt higgyétek el, hogy nem tudom megmondani. You will find the weapon best here. Ez szerintem egy gonosz üzenet. Szerintem, ha itt leugrok, meghalok.
Na nézzük el, hogy merre mi van még. Itt egy item. De mondom, itt tényleg itt is... one way to find out. Ugorjak le, mi? Szóval alapvetően itt is sokat kell dolgozni. Nagyon sokat. Viszont hogyha... Két hülye. Viszont hogyha nagyon sokat dolgozol, akkor jó lesz. Until Dawn végigjátszás mikor várható? Már elkezdtük. Hétfőn kedden az volt, és most hétfőn kedden is az lesz. Try normal attack. Ha. Ezt nem fogom elvágni, mert lezuhanunk. Van egy olyan érzésem. Ezek az üzenetek. Menjünk tovább lefele. Lehet, hogy nem erre kell jönni amúgy. Leestek? Mi a... Igen, az AI átveszi az uralmat. Na gyere! Itt vagyok, gyere! Jó, hát mondjuk ezt AI-nak nevezni. Jó, és itt nincs semmi. Ó, itt van egy kar. Ezt meghúzzuk. Jó, akkor most itt visszamegyünk. Ennek örülök, ennek a shortcutnak. Őszintén szólva. Na mindegy, szóval tényleg itt is sokat kell dolgozni, de... Meg, tehát tényleg itt hogy mondjam... Megéri sokat dolgozni. Azért nyilván alapvetően a... Ami nagyon drága, ugye az a lakbér. De a többi az nem mondanám, hogy szignifikánsan drágább lenne. Tehát persze drágább, de hogyha reál értéken számol az ember, akkor már is nem. Mint egy hülye példa, nyilván iPhone nem minden nap vesz az ember, de az
kb. Forintra ugyanannyiba kerül itt, mint otthon. Hogy néz ki ez a hely? Láttam, láttalak! Hogy a csajok szépek-e itt? Hát meg nézd. Ez nagyon egy szubjektív dolog. Azt kell, hogy mondjam. Eleve ott kezdődik, hogy a szépség belülről fakad. Fogy megdobott. De ami érdekes itt, hogy ugye itt bármi meglepő, nem csak angolok vannak. Csak azért is, mert én is itt vagyok. Tehát mindenféle náció, mindenféle kontinensről, rengetegféle ember. Jó, hogy ez NPC. Bocs. Ó, meg így reflexből megvertem. Brave knight or lowly fodder? The demons snatch their souls regardless of their station, plummeting them all into madness. And those who dare cling to their humanity were hunted down. It is the end of Great Boletaria as we know it. But hell, at least the demons don't send us to our deaths in battle. There's this skinny fellow, clad in the most lavish armor, who's always mumbling about some mission. He's another one who's managed to stay sane, like yourself. Probably some pampered little lordling by the looks of his attire. I'd give an arm just for the buttons off his shirt. It is the end of Great Boletaria as we know it. Okay. But hell, at least the demons don't send us to our deaths in battle. He's another one who's managed to stay sane, like yourself. Probably some pampered little lordling by the looks of his attire. I'd give an arm just for the buttons off his shirt. Tehát van még itt valaki. Na mindegy, nézzük, mi van nála. Longsword. Van nála egy ilyen bunkó. Spear, crossbow, shieldek, armor. Take your time. I'm not going anywhere. Oké. Tehát akkor itt lesz ez a árus. Mondta, hogy van még valaki, aki olyan, mint mi. Érdekes. A briteknek híresen jók a fogaik. Hát... Mondjuk fogorvosnál itt még nem voltam, az biztos. De majd ilyen NHS-es fogorvoshoz bemegyek, nekem itt, ott a egyik kórházban amúgy is ingyen van. De tényleg nekem ingyen van a fogorvos, basszus. Na mindegy. Ha, szerintem ide le lehet ugrani, mert szerintem azt még túléljük, de most erre megyünk. Na mindegy, szóval tényleg mindenféle népség van, tehát tényleg nagyon ilyen vegyes. Rengeteg kelet-európai van például. Hát nem is tudom, azt hiszem a... angolon kívül a második legrapabban beszélt nyelv az a lengyel, a harmadik, meg a román talán? Mint ha valami ilyesmi rémlene.
Hát stop soros, de hogy csináltassak neked, ha nekem van ingyen? Ez kettőt lő egyszerre, vagy ketten vannak? Elküldöd a fogaidat? Na az a menő. De honnan lő a másik? Jó. Nem. És csak jön. Akkor ezzel meg kell küzdenünk. Vagy nem jön? Na. Na lesz valami? Hílelt a rohadék. Akkor hílelek én is. Na hát, ha csináltatok magamnak is, hazaküldöm. Igen, tanársegéd voltam, persze. Hát onnan indul a dolog. Mármint... Hát általában onnan indul a dolog. Aztán utána lehet előre lépni. Oh. Viszlát. Most már adjunktus lennék, ha ott maradtam volna. Mi a követelmény a tanár segédhez? Hát, alapvetően egy MSC diploma, az mindenképp kell. Meg egy, hát egy ilyen gentleman agreement, hogy befejezed a doktorit x éven belül. Hát köszi Polar Programming, én nagyon élveztem, főleg amíg Twitch-en ment. Amúgy is jó volt, de Twitch-est azt nagyon élveztem. Jó móka volt nagyon. Ez mi volt? Ó, oh. Ha visszajött. Visszajött a helyére. Ha, de kis szorgalmas. Két Archer is van ott.
Tick tock, tick tock. Tick tock. Összeszedegetjük a maradékot. Nem ezt a nagy hírt kéne enni. Hát igen, és az az érdekes, hogy itt is most már egyre jobban preferálják ezeket a videós anyagokat, mondjuk az itt is vannak gondok, de a főnököm tart haladó gépi tanulást, és az ő ilyen Moodle kurzusára be vagyok írva. Ugye idejöttem és mondták, hogy tanuljak. És ott is egy videós anyag van. Hűha! És elég menő videós anyag van. Na mindegy, szóval videós anyag van itt is, és tényleg jobban is szeretik a hallgatók. Nyilván itt is vannak ilyen furcsa beidegződések, hogy kell a lecture, tehát ez az előadás, tehát ez a klasszikus. Hát itt az állarcot most föl lehet tenni szerintem. Mondjuk... Wow. Vagy ne? Ez az én menő volt. Hogy melyik nehezebb? Adatbázis rendszerek vagy adatszerkezetek és algoritmusok? Sok múlik azon, hogy ki a oktató amúgy. Sajnos. Elvileg nem kéne, hogy azon múljon.
Mit nem adnék egy Bonfire-ért? Pine resin. Titkos fal? Nem, nem titkos fal. Okay. Már készítette a bombát. Fogalmam sincs, hogy... Ó, már megint ezek. Na gyere! Az mi a jó isten? Menj már picsába! Az igen. Hol van egy bonfire? Nem hiszem el, hogy... hogy nincs. Nem, ez nem az. Itt egy item. Unknown Hero Soul. Na, annyi szólunk van. Beware of enemies ahead. Köszönöm. Fene se gondoltam volna, hogy itt lesznek ellenséges. Igen, ez az, hogy hozzászoktam, hogy az Elden Ringben milyen, milyen sűrűn vannak a bonfire-ök. Micsoda shortcut ez te? Az igen. Jó, hát akkor itt a bonfire alapvetően. Na. Már csak azt kéne tudni. Visszajövünk most a Nexusba. Most az a kérdés. Mondom, szintet lépni még nem tudunk. Oh, good day to you. Szevasz. I can forge weapons for you for a fair price. Repair. Hát az okvetlenül. Upgrade. Ja, ezeket fölvettük menet közben. Aha. Ezt tudjuk upgrade-elni?
Nem kell Hearthstone Shard. Jajaja, Hearthstone Shard. Aha, ez a karthoz is az kell. Ez a karthoz már Sharpstone Shard kell. Aha, mert ennek van Magic Damage-e. Neki is van Magic Damage. Ja, nem, ez Reduction. Ja, Physical Attack-je van. Aha, hát ezeket majd szerintem eladjuk. Vagy eladni nem lehet. Van eladó cuccom, öreg, nem kell? You come back alive. I need your business. I would be happy to lighten your load and look after any excess baggage. Hát nem tudom, tegyük le ezeket szerintem. Most úgyse fogjuk használni. Ha meg netán kellene, akkor... akkor majd fölvesszük. Ó, itt egy gyűrű. Rest assured. Ezt nézzük már meg. Safe and sound with me. Best of luck to you. Kling ring. Less HP reduction when in soul form. De annak abban mi a poén? Reduces the loss of HP sustained in soul form. Tehát több HP-nk lesz. Ebben a soul... Ola, hogy fölment, látod? Ott fönt. Ha. Milyen jó. Hogy női karaktert csináltam? Én mindig női karakterrel vagyok, amikor lehet választani. Ez nem tudom, nálam milyen hagyomány. Most azon is élek, hogy... akkor még nem lehet szintet lépni. Az szerintem is. Na várjatok. Mert valami nekem így gyanús. Ó, igen, a első boss le kell nyomni. Oké. Mindent értek. Jó, hát... megjavítottuk a cuccokat. Hát akkor itt tényleg nem tudunk más csinálni. Akkor vissza. Na, és akkor most megnyitottuk a shortcutot. Így akkor már elvileg... de akkor most... az a bajom, mondjuk ez a gyűrű jó, hogy... hogy így megvan.
Hogy ezt a szót, ezt valahogy úgy érzem, hogy mi el fogjuk bukni. De alapvetően ezzel sincs gond, mert ez a játék, ez ilyen. Benne van a pakliba. Hogy lesznek-e invaderek? Hát ezt nem tudom. Mondjuk az a gyanúm, hogy jelen esetben szerintem bárki be tud invédelni. Mert hogy nem állítottam jelszót, bár nem tudom, hogy itt pontosan hogy működik az online mód. Na még azt lenyomjuk, aztán megyünk a shortcut felé. De szerintem lesz invéd itt is, gondolom. Szerintem minden Souls game-ben van. Na, mert csak azt lenne, hogy azt kéne tudni, hogy ahhoz a bosshoz hogy jutunk el. Jöttünk fel, igen, ott mentünk végig. Hát ott lent mondjuk nem voltunk. Nem tudom, hogy oda le lehet-e ugrani. Mármint esni, mert ebbe ugrani továbbra se lehet. Hát, na mindegy, menjünk tovább. Aztán meglátjuk. Rengeteg szól van nálunk. Ebből az irányból is meg kell tanulni a gémet, pontosabban a pályát. Oké. Ott az itemet felvettük. Emellett úgy elmentünk, mint a shit. Szerintem az az első boss, hogyha engem kérdeztek. Lemegyünk hozzá. Rendben, én így szoktam lejönni a lépcsőn amúgy. Csak mondom. Igen, ez egy füstkapu. Phalanx. Ez igen.
ez szó szerint egy falang. De hogy? Így csipegessem le őket. Arról nem húz, hogy elflippel a falon. Nem most fogom kikísérletezni. Hasznos lenne az a firebomb. Most már megsevesztük a boss-t is. Tűz kéne. Igen, kéne tűz. Az a boss. Ah, és így körbeállnak megvédeni. Tehát így, igen, így falangba beállnak. Próbálok így futkározni. Így kicsipegetjük körbe a kis minionokat. Aztán már meglátjuk, hogy jónak tűnik. És megint full HP-n van, de érdekes. Előbb-utóbb csak elfogynak a kis minionok. Gondolom. Hát igen, így szemből nehéz. Szemből esélytelen, hogy valamennyit sebzünk, de nem sokat. Viszont ők meg sokat sebeznek, tehát... Hogy kéne? Hát fogynak végül is.
akkor most kilátszik a boss. És itt már lehet ütni a boss-t. Mondjuk ők is... ők is böködnek. Kéne tűz. Hát így csipegetjük. Ja, mondom, lassan elfogynak a kis pajzsok. Tactics van. És akkor ő nem is tud sebezni minket, csak ezek a kicsik. Ha. Mondjuk így akkor... van itt. Stamina. Meg is van. Demon Vanquished. You shall obtain the demon's soul. Tactics volt, és ismét a corporeal formba vagyunk, ismét emberek vagyunk. És egy sharpstone shard, ezzel majd tudunk fejleszteni. Vagy még nem tudom, mit kéne fejleszteni, de tudunk fejleszteni. Na és akkor ide ledobott nekünk egy ilyet. Touch Archz. Ah, igen, és akkor The Lord's Pass, ez a másik, egy másik, hát fast travel point, idézőjelbe. Na, körbenézek még itt a helyem. It's safe here. Köszönöm. Jó, hát majd arra megyünk tovább. Jó, akkor itt nincs semmi, viszont akkor azt mondom, hogy menjünk vissza a Nexusba. Mert akkor elvileg most már tudunk majd fejleszteni. Vagy hát fejlődni. Elvileg. Legalábbis. Ezt súgták. Valami van. Hello. The monumental awaits the above. Oké.
Ó, igen, itt voltunk fönt. The monumental will explain the nexus to thee. Ah, akkor menjünk föl oda. Jó, hát akkor fölmegyünk. Ezzel nem lehet most beszélni. The monumental awaits the above. The monumental will explain. Jó, megyünk. De nem itt. Hanem itt. Hol? Ja, oké. Okay. Ez eddig nem volt, nem láttam legalábbis. Ezt a kis lépcsőt én nem vettem észre, ha itt is volt, de szerintem nem volt itt. Itt ki lehet nézni. Itt egy shortcut lefele. Hát kik vagytok? We have long awaited you, slayer of demons. I am one of the monumentals. We preserve the fabric of reality. There is a tale I wish to tell you. Once, we too a scourge of demons faced. In the distant past, under benevolent rule, the world was united owing to the soul arts. Until a lust for power caused the awakening of the Old One. Across the land seeped a colorless, deep fog, and the world faced extinction at the hands of the demons. Thanks be, we were able to lull the Old One back to its slumber. Yet only after the loss of innumerable souls, and most of the world, loss erased by the fog. In order to mend the fabric of what land still remained, we entrusted six leaders with six precious archstones. Oh, it won you as I stone. One to the king of a small yet industrious land. One to the king of the burrowers underground. One to the wise queen of the great ivory tower. One to the chieftain of lost and ill-fortuned souls. One to the shaman of the tempest-worshipping shadowmen. And the last to the great giants of the northern lands. Ezek, amik ott lent vannak körbe. The archstones were placed in the fringe lands that survived. We contained the Old One here below the nexus and prohibited the soul arts. Finally, we became monumentals. Half-living sentinels of the fabric of reality. Alas, the other monumentals have perished, and only I remain. By the power of the monumental, the four sealed arstones have been unlocked. Ó, akkor most már tudunk utazni oda is, ezek szerint.
Now it is your turn. You must lull the Old One back to its slumber and seal it away for all eternity. If not, a deep fog will absorb all that we know. Have you the strength to bear this burden? Hát ez egy remek kérdés. Na, ha azt mondom, hogy nem, akkor end credits, vagy mi? Yes. We are fortunate indeed to have you. Now, go forth and destroy every last demon. The old one, without demons to feed its souls, will a new servant seek and lure you to its bosom. Okay. Azt mondja, hogy örül, hogy itt vagyunk, és hogy mi vagyunk az ő megmentője. Konkrétan nadrág nélkül vagyok. Hát Istenem. We neutralize the old one and ban the soul arts. Then we spread the archstones. And in order to mend reality, monumentals we became. Jó, itt most elmondja. However, man's memory of history is ever short. Mondja röviden. And before long he repeated his mistakes. The monumentals perished, and the archstones were long forgotten. And the short-sighted King Alant once again roused the old one. Jó. The monumentals perished. Okay. And the archstones. Jó, hát itt azért csak körbenézünk még. És akkor itt le lehet jönni. Oh, itt egy item. Stone of Ephemeral Eyes. Na várjatok, az micsoda? Use in soul from to resurrect one's body. Akkor ezzel tudok... An eye stone on the verge of crumbling has the power to restore one's corporeal form. Akkor ezzel tudok, tehát ezzel a kővel vissza tudok jönni a soul formból a corporeal formba. Tehát ez az az item, amivel vissza tudok jönni, hát ha úgy hozza a szükség. Jó, menjünk tovább. Aha, tehát ezek akkor a monumentals, oké. Jó, és itt még lehetett tovább menni fölfele. Még fölfele. Touch door to Pantheon. Fogalmam sincs, hogy mi ez a hely. Mi? Destroyer of the world. Ezek más userek, oké. Jó, értem. Más playerek. És itt is van egy ilyen ephemeral eyes. Oké. Ezért mennünk, hogy így meg tudod nézni. Mindig csak a pucérkodás. Fúj.
Oké, na menjünk vissza. Hall of Fame, ah. Mender of the World. Mossos obtén 1,4 millió. Én el akarom költeni a szólókat. Már hogyha nem sértődtök meg. Tehát én szeretnék venni damage-et. Mert a damage az jó. Hogy a Bioshock játékokkal, hogy állok, őszintén szóval nekem ez teljesen kimaradt, de teljesen az összes Bioshock. Hallottam róla, néztem róla dolgokat, valahogy nekem annyira kiesett valamiért. Fogalmam sincs, hogy miért. És valahogy nem tudom miért. Lehet, hogy ezt is előveszünk majd valamikor. Na, Julika, beszéltem fönt a kicsikkel. Brave soul, for whom death is no fear. Prithee, lull the old one back to its ancient slumber. White eye stone, blue eye stone. Eye stones briefly connect diffused words. Should you lose your physical form, remember the eye stone. Okay. The maiden in black manipulates souls with inhuman prowess. Her strength allows her to aid slayers of demons. Okay. What is it? Let's see. Seekest thou the power of souls? Yeah, seekest again. Yes. Of course. After all, thou requirest strength. Azaz, pontosan strength kell nekem, így van. Touch the demon inside me. Let these vagabond souls become thine own. Ezt a menüt kerestem, így van. Na, 6800 soulunk van. Na lássuk. Hát igen, azért olyan sokat. Hát azért. Jó, azért nem ész nélkül nyomjuk. Oké. Okay. Hát nyilván, tehát nekünk strength és dext. Hát főleg dext kéne. Egy strength, nem is tudom mi legyen. Hát ez az attack power-re nagyon sokat, úgyhogy... Vitality-t is majd. Persze, persze. Szerintem a strength-et, hát legyen akkor úgy, hogy most strength fölmegy 20-ig, meg adunk egy kicsit a vitality-re. Vitality, ugye ez vitamin vagy vitamin. Hát ugye az item burden annyira nem, hát jó, annyiban érdekes, hogy ne kelljen már mindig hazajönni. Ugye letenni a fölös itemeket. De ugye a HP az, ami kell. Na jó, adunk most strength-re, hogy legyen egy kicsit több attack power-ünk, meg adunk vitality-re, hogy legyen HP. Corporeal formban nem kevés a HP, csak az a baj, hogy én úgy érzem, hogy nem sokat leszünk corporeal formban. Igen, így van, nevermind, pontosan erre gondoltam, hogy legtöbbször mi ugye soul formban leszünk, szóval... Na jó, most egyelőre akkor ez lesz.
és majd meglátjuk, hogy hogy működik. Kicsit több damage, meg ugye a damage majd ugye a fegyverekkel lesz, meg az, hogy ahogy a fegyvert fejlesztjük. Jó. Beszéljünk? Van miről beszélni? I'm only here to tend to each flame. I keep the candles lit and serve the brave demon slayers who are trapped here. I keep the candles lit and serve the brave demon slayers who are trapped here. Te neked van? Have you met the last surviving monumental? Beszélgetünk itt a helyiekkel. Those fools revived the old one on a whim. And now they've trapped us here in the Nexus in a desperate attempt to undo their mistake. It's all a travesty, if you ask me. Still alive? I am impressed. Nem is beszólt? This is something that might interest you. The black-robed maiden of the Nexus looks after the flames. She's the morose one, with eyes sealed, compacted by wax. She can control souls like no other. Bring her the souls of men and demons, and she will embolden your flesh and blood with their power. But beware. No. Do not decay into a foul beast. Ezzel most mire gondolt? What's happened? Have you lost your nerve? Ne váljunk szörnyeteggé. Have a seat. We can sit here forever. It's simple. Just bring me all the souls you can. In trade, I'll give you weapons. Jó. Forge the ones you already have. With your souls, I can eke out a little. And be thankful that I can do anything for you at all in this forsaken place. And be thankful that I can do anything for you at all. Csak hogy van-e valami mondandójuk, azt akarom esetleg. Meg majd még az a hölgyel is beszélünk ott hátul. If only something could be done to help her. Igen, ez a feleségét, hát ez nekem úgy tűnik, mintha valami sidequest lenne. Vagy a feleségét, vagy a lányát? Back in the time that I lived below Boletaria Castle, King Aland left on some strange business, then returned with horrible demons in tow. Soon, the land was ravaged by soul-starved madmen. My spine shudders just to think about it. If I did not have my miracle stone shard, keepsake of my grandfather, I may not have survived. If I did not have my miracle stone shard, keepsake of my grandfather, I may not have survived. Hát ide adhatnád, mert... Na jó, mindegy. Jó. Oké. Na hát, beindult a játék. Alapvetően tetszik is, igencsak. A függőség kezd kialakulni, szóval mindenképp folytatjuk. Viszont itt ma megállunk. Így van. Hát remélem tetszik nektek is. Igazából nekem egyelőre nagyon tetszik. Meglátjuk, hogy hogyan haladunk tovább. Nyilván itt az eleje az még nem volt nehéz. Ott a játék azért üzent, amikor arra mentünk, hogy arra még ne menjünk, talán, legalábbis én úgy értettem, de lehet, hogy csak én voltam béna, én azt a lovagot ott fönt, tudjátok, ahol sokszor meghaltunk, nem bírtam legyőzni. Mindegy, a boss meg lett elsőre, bár azért nem volt egy energikus boss. Úgyhogy mindenképp folytatjuk, de köszi, hogy itt voltatok és néztétek.